Polgármester úr, jelenleg egy ledízóosztáson vagyunk itt a VMK-ban. Ez már, ha jól tudom, a második alkalom, hogy ingyen ledízókat oszt a város. Ez a rezsicsökkentés jegyébe van? Ez annak a felismerésnek a jegyében van, hogy minél olcsóbban oldjuk meg az energiaellátásunkat. Tehát a gépek, egy háztartás az egy komoly kis üzem, tele van gépekkel, a legtöbbje az villamos energiával működik, és az izzók, ugye, amik a világítást biztosítják, az is az. Tehát az energiatudatos életmódra szeretnénk szoktatni az embereket, és ennek a jegyében szerveztük meg most már második alkalommal a ledízóknak az osztását. Itt az előbb elmondta, hogy nem elégedett, hiszen 12 000 háztartás van, és ehhez képest nagyon kevesen jelentkeztek, hiszen azért a világítással elég sokat meg lehetne spórolni. Ez így van. Tehát vannak az életnek olyan területei, ahol az ajkai lakosság nagyon jó érzékkel nyúl a megoldáshoz. Például az internet előfizetők és az internetet használók száma az megfelelő. Abban nagyon jók vagyunk. De ebben sajnos azt kell, hogy mondjam, nem vagyunk egész jók, hiszen a 12 000 háztartásból csak 500-an regisztráltak. Egy háztartás ugye 10 darab izzót kaphat. Tehát ebből könnyű kiszámítani egy ilyen mai árakon, éves szinten ilyen 30 000 forint körüli megtakarítás jelentkezik. Hát ha ezt mindenki alkalmazná, akkor milyen nagy eredményt érnénk el? Tehát a város szinte minden háztartása igényelné a ledízókat, akkor nagyon nagy megtakarítást érnénk el. Itt se kicsi, de azért ezzel nem lehetünk megelégedve. Én azt láttam, hogy nem hitték el az emberek, hogy ez ingyen van. Hát ez a mai korban sajnos mindig felvetődik, hogy utólag esetleg másképp bírálnak el valamit, de ezt megnyugtatom a kedves lakókat, hogy ez egy teljesen ingyenes dolog, ez az ő megsegítésükre szolgál, és hát mi vállaltunk ebbe szerepet, úgyhogy bátran jelentkezzenek minél többen. A mostani akció után azt gondolom még egyszer majd meg fogjuk ezt hirdetni, és remélem, hogy akkor jóval nagyobb számban fognak majd jelentkezni. Talán most már el is hiszik majd, hogy ingyen van, de nem ez az önkormányzatnak az egyetlen rezsicsökkentés segítő akciója, hiszen Ajka város egyedülálló abban, hogy panelprogramot még a mai napig csinálja, ami ugye tényleg elég komoly energia megtakarítást és rezsicsökkentést eredményez. Hát a most következő napokban írjuk ki, ha jól emlékszem, már a negyedik pályázatunkat lakóházjavításra és azon belül a fűtés szabályozására. És hát azt a leghatározottabban mondom, hogy ahol ezt megvalósították, főleg a hőszigetelésre gondolok, ott ilyen 30%-os fűtés megtakarítást értek el a költségekbe. Hát az hihetetlen nagy szám egy ilyen korba, úgyhogy az is ezt szolgálja. A közvilágítás átépítése is ugyanezt szolgálta. De lesznek még hasonló akcióink, csak az a kérésünk, hogy figyeljék ezeket a lehetőségeket, és higgyenek bennem. Mi nem mondunk olyat, ami nem használ az ajkai embereknek. Ez egy garantált, kipróbált módszer. Minél többen jelentkezzenek, és használják a megtakarításukat. Tehát akkor azt üzenhetjük mindenkinek, hogy figyeljék az ajkai szóhasábjait, hiszen nem sokára várható egy újabb ledízóosztás. Így van. A ledízók terén. De más energia források és más energia igénybevételénél is lesznek hasonló megoldásaink, úgyhogy nagyon ösztökélnünk kell magunkat, rokonainkat, barátainkat, hogy az energiatakarékos életmódra térjünk át és használjuk. Köszönjük szépen, polgármester úr!